Kiemelt szerepben Kósa Lajos tárca nélküli miniszter Szabolcs megye fontosságát is kiemelte a KDNP országos gyűlésén Mária Pócson. Ugrott a magyar autópiac, több mint 38%-kal nőtt az eladások száma az év első hónapjában a tavaly januári adatokhoz képest. Bővül a fizetős parkolóhelyek száma, május 1-től körülbelül 3900-ra bővül a fizetős megállóhelyek száma Nyíregyházán. A három országgal határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének kiemelt szerepe van a települések kulturális kapcsolatainak és az identitás erősítésében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter beszélt a KDNP önkormányzati tanácsának első országos gyűlésén Mária Pócson. A rendezvényen közel 250 országos és megyei politikus vett részt. A megye országgyűlési képviselői és 250 önkormányzati szereplő részvételével tartották a KDNP önkormányzati tanácsának ülését szombaton Mária Pócson. Az önkormányzati testületet közel két éve alakították újra a párt szervezetrendszerén belül, elnökének Sesták Oszkárt választották. A testület egyebek mellett javaslataival segítséget nyújthat a párt parlamenti képviselőinek és a kormány KDNP-s helyettes államtitkárainak, minisztereinek az önkormányzatokkal kapcsolatos döntések előkészítése és megalkotása során. Az önkormányzati tanács megalakulása óta most először tartott országos gyűlést. Azt a célt szolgálja ez a rendezvény első alkalommal, hogy a közösségépítést, az egymás tapasztalatainak átvételét, akár testvérmegy települési kapcsolatok kialakítását, ugye határon túli polgármester kollégákat is hívtuk ide a határ innenső oldalára elősegítse. Eddig is számos gazdaságot, ipart és mezőgazdaságot célzó fejlesztést, népesedési, képzési, illetve kulturális programot indított a kormány a határon túli magyar lakta területek támogatására, hangsúlyozta a rendezvényen Kósa Lajos. A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter hozzátette, ezeket a programokat a választásokat követően is folytatni kell. Kósa Lajos elmondta, meg kell vizsgálni, hogy az uniós projektek mellett el lehetne indítani összetettebb a magyar-magyar települések közötti kulturális kapcsolatokat és az identitás erősítését szolgáló programokat is. Ezek megvalósításában a három országgal határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is kiemelt szerepe lehet. Érdemes egy olyan fejlesztési alapot csinálni, vagy elkülöníteni, ami a kifejezetten azokat magyar fejlesztési pénzből, azokat a programokat hivatott támogatni, tehát ott egy pályázati rendszerben, ami kifejezetten határon átívelő kisebb településeknek az alapvetően kulturális intézményhálózati fejlesztése, együttműködése, ezekkel sokkal könnyebb akkor boldogulnunk. A miniszter beszélt az önkormányzati adósság konszolidáció fontosságáról és a Modern Városok program jelenlegi állásáról is. Utóbbiról szólva elmondta, Nyíregyházán vannak még tisztázandó dolgok néhány kérdésben a programban szereplő elemekkel kapcsolatban, illetve vannak olyan projektek is, amelyek túlmutatnak a Modern Városok program fejlesztésein. Ugye Nyíregyháza gyorsprogram utánozatban bekötött, de például meg kell fogalmazni, és itt ez megint fontos, hogy nem csak a Modern Városok programig látunk, hanem azon túl is, hogy a régóta szorgalmazott, a két város vezetése között régóta szóban lévő négyes összeköttetést, azt gyorsforgalmi után fejleszteni, úgy egyébként, hogy kétszer-két sávos szintbeli kereszteződések vannak, de nagyon fontos, hogy a két város közötti kapcsolatot szorosabbá tegyen. A rendezvényen Kósa Lajos mellett előadást tartott még Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Rákosi Balázs Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Pap László Debrecen polgármestere és Gál Gergely országgyűlési képviselő. Megugrott az új autók eladása az év első hónapjában. Januárban 38,5%-kal több, vagyis közel 9000-rel több új személygépkocsit adtak el a kereskedők, mint az előző év azonos időszakában. Az előrejelzések szerint idén akár 125 000 új autó is forgalomba kerülhet, de továbbra is sokan választanak inkább használt járművet. Idén folytatódik az a tavalyi tendencia, miszerint egyre több a magánvásárló az autópiacon.
Ők teszik ki a vásárlók több mint 40%-át. Azonban hozzátartozik az adathoz, hogy a céges vásárlások egy része, főleg az 1-3 autós cégek vásárlásai ugyanebbe a körbe tartoznak. Mindent összevetve az idei évre 125 ezer új személygépjármű és 21 ezer kishaszonjármű forgalomba helyezését jósolják a szakemberek. Most már látszik, hogy évek óta emelkedik az új és használt autóértékesítés Magyarországon. Hát az elmúlt év az jelentősen növekedett a 2017-hez képest, 2016-hoz képest, és hát úgy tűnik, hogy ez a trend ez nem állt meg 2018-ban sem. Ha 18 első hónapját kell nézni, akkor az összpiac 37%-kal növekedett a személyautópiacon. Igaz, hogy a tavalyi bázis, a január az nem volt túl erős, de akkor is ebből lehet következtetni, hogy erős év elé nézünk. A teljes piacon eladott autók több mint 10%-a tavaly a prémium kategóriába tartozott. Ez körülbelül 20 márkát jelent, azonban Magyarországon a Mercedes, az Audi és a BMW teszi ki ennek a szegmensnek több mint a 70%-át. Ez az arány igaz az új és a használt autók esetében is. Tavaly a Suzuki Vitara volt a legkelendőbb, de sokan kerestek Skoda Octaviát is. A statisztikák szerint közel annyian vásároltak ezekből új modellt, mint használtat. Én úgy látom, hogy nagyjából fejfej mellett megy a dolog, tehát az új autó értékesítésben van egyfajta változás, elsősorban a középkategóriai autókat keresik, és jellemzően a dízelek kezdenek háttérbe szorulni, és a benzines autók azok, amik inkább előtérbe kerülnek az értékesítésben. Aki használt autót vásárol, az leginkább annak fenntartási költségére érzékeny. Ezért egyre többen keresnek megbízható, reális futott kilométerrel rendelkező, olcsó középkategóriás használt autót a kereskedőknél. Az ügyvezető igazgató hozzátette, egyre inkább előtérbe kerülnek a hibridek, de az elektromos autók iránt is egyre jobban nő a kereslet az új autók piacán. Újabb 700 parkolóhely válik fizetőssé Nyíregyházán. A túlterhelt belvárosi területeken a már jelenleg is fizetős zónák környéki megállóhelyek egy része válik fizetőssé május 1-től. A megyeszékhelyen jelenleg körülbelül 3200 fizetős parkolóhely van. Május 1-től mintegy 3900-ra emelkedik ez a szám. Május 1-től a város több pontján is fizetőssé válnak parkolók. A bővítése azért volt szükség, mert azok a területek, amelyeket most bevonnak a fizetős parkolózónákba, az eddigi fizető zónák mellett helyezkednek el, így nagy a leterheltségük. A legtöbb utcát kettes zónába sorolják be, ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken 200 forint a parkolás óráként díja. Barca Balázsné a NyírVV parkolási csoport vezetője kiemelte, akik olyan utcán laknak, amelyek fizető zónába kerülnek májustól, azoknak lakáskörnyéki bérletvásárlásra van lehetőségük, ez 4070 forintos költséget jelent évente. Elsősorban lakossági igény volt arra, hogy fizetővé tegyük ezeket a területeket, és elvégeztük a megfelelő felméréseket. Ezek is kimutatták, hogy valóban terheltek ezek a területek. Azt tudnia kell a lakosságnak, hogy a Pazonyi teret leszámítva valamennyi új terület kettes zónába fog tartozni. Itt 200 forintos óradíjjal fognak tudni parkolni. A Pazonyi tér, miután a Selyem utca folytatása, ami jelenleg egyes zónában van, egyes zónába kerül, itt pedig 250 forint lesz az óránkéti parkolási díj. A pontos utcákról, amelyek fizetőssé válnak májustól, a NyírVV weboldalán lehet bővebben tájékozódni. Halálos baleset történt Nagykállóban. Egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze szombat reggel a Bátori út és a Mártírok útja kereszteződésében. A személygépkocsiban ketten sérültek meg, egyikük olyan súlyosan, hogy a többszöri újraélesztés ellenére sem lehetett megmenteni az életét. Az autóbuszon senki nem sérült meg. 2018. január 1-től új a munkavállalók számára is kedvező változások léptek érvénybe a munkatörvénykönyvben. Az új szabályozás előírja, hogy a munkáltató ezentúl köteles a munkafeltételeket, beleértve a munkaidő beosztást is úgy módosítani, hogy tekintettel van a munkavállaló egészségi állapotának a változására, közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivő helyettese. A 2018-ban életbe lépett munkavállalókat is érintő legjelentősebb változásokat az indokolta, hogy szükséges volt az Európai Uniós jogi normákhoz igazítani a munkáltatónak a munkafeltételek változása körében előállt kötelezettségét.
A 2018. január 1-e előtti szabályozás csak arra kötelezte a munkáltatót, hogy a munkavállalókat olyan munkára alkalmazzák, amelyek nem járhatnak hátrányos következményekkel a munkavállalók testi alkatára vagy egészségi állapotára. Nem tartalmazott azonban a jogszabály kifejezett rendelkezést arra vonatkozóan, hogy amennyiben időközben megváltozik a munkavállaló munkaképessége, kötelese a munkáltató ekkor is hozzáigazítani a munkakörülményeket a megváltozott helyzethez. 2017. december 31 napjáig a munkáltató számára kötelezettség volt az, hogy a munkavállalót csak olyan munkára alkalmazhatta, amely nem jár hátrányos következménnyel a munkavállaló egészségi állapotára. Ugyanakkor nyitva maradt az a szabályozás, mi van abban az esetben, ha a munkavállaló egészségi állapotában a munkaviszony fennállása alatt következik be hátrányos változás. Ezt a hiányt, ezt az űrt pótolja és tölti be a 2018. január 1 napjától hatályos rendelkezés, mely szerint ebben az esetben a munkáltató, a munkavállaló megváltozott egészségi állapotához szükséges, hogy igazítsa a munkafeltételeket. Fontos, hogy az új rendelkezést nem csak akkor kell alkalmazni, ha a munkavállaló egészsége üzemi baleset, foglalkozási betegség vagy más a munkavégzéssel összefüggő egészségromlás miatt következik be, hanem egyéb, például otthon, tehát nem a munkaviszony keretében elszenvedett egészségkárosodások esetében is érvényes. A munkajogi változás a várandós nőknek és a kismamáknak is védelmet nyújt. A kismamák a várandóság tényének a bejelentésétől a gyermekük egy éves koráig egyfajta védelemben részesülnek a munkafeltételek megváltozása körében. Ugyanis a módosítás kimondja, hogy a munkáltató a várandóság tényének bejelentése időpontjától a gyermek egy éves koráig köteles a munkafeltételeket hozzáigazítani ehhez az állapothoz, a terhesség időszakához és a szoptatásnak az időszakához. Továbbra is szükséges lesz orvosi véleményre a megváltozott munkaköré alkalmasság igazolására, viszont a módosított munkafeltételekre is irányadók lesznek a korábbi bérezési szabályok. Vagyis a megváltozott munkakörülmények alapján jár a munkabér, az azonban nem lehet kevesebb a munkavállaló munkaszerződés szerinti alapbérénél. Tavaly 116-an haltak meg az országban kihűlés miatt. Ez a Magyarországon tapasztalható szegénység miatt történhetett meg. Vili Halmi József az MSZP Szabolcs megyei alelnöke. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján kiemelte, ezt a problémát a családi pótlék, a gyes és a nyugdíj, valamint az általános bérek megemelésével oldanák meg. Magyarországon nagyon sok rászoruló van, nagyon sokan élnek a létminimum alatt, és a mindennapi megélhetésük és a mindennapi életük van azzal veszélyben. Nem emel a kormány olyan juttatásokon, ami javítaná egy kicsit a helyzetük, egyes családi pótlék, a minimál nyugdíj összege nem emelkedik, amely száma szorzója a szociális ellátásoknak, és látjuk azt, hogy a mai kormány nem szegény párti, miközben a MSZP párbeszéd az emelne ezeken a támogatási rendszereken, és megpróbálná azt, hogy az emberek kevesebben éljenek létminimum alatt. Mária Pócsra érkezett a Szent László út kiállítás, amely a magyar lovak királyhoz kötődő örökségút településeit mutatja be. A Szent László úthoz jelenleg 44 erdélyi és magyarországi település tartozik. Ezeket felvidéki és vajdasági helységekkel terveznek bővíteni ebben az évben. Erdélyből Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye 32 települése, Magyarországról pedig 12 település, köztük többek között Szabolcs, Napkor, Baktalórendháza, Laskor és Kisvárda alkotja a Szent László örökségutat. Az egész Kárpát-medencét érintő út kiépítése még 2017 elején kezdődött el. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége és az iskola alapítvány szervezésében majd októberben indult el Kisvárdán. A Szent László örökségutat azzal a céllal hozták létre, hogy hálózatba szervezzék azokat a magyar lakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpádházi király öröksége. Azok a települések kerülhettek be az örökségútba, ahol épített vagy természeti örökség található, hozzájuk a Szent Lászlóról szóló mondavilág valamely eleme köthető, vagy valamilyen formában a lovak király nevét viselik, illetve követelmény volt, hogy magyarok is éljenek ott. Egy olyan történelmi személyiséget kerestünk, aki ugyanazt jelenti a magyar embereknek, bárhol éljenek ezen a világon, és legnagyobb örömömre 44 helyszínen sikerült életbe léptetni ezt az utat, ami azt jelenti, hogy már Erdélyben és Magyarországon is
közös úton haladnak a magyar emberek, és az idén folytatjuk, ugye Felvidékkel, reményeink szerint Vajdasággal bővítjük a Magyarországi utat. Ez egy olyan igazi kárpát-medencei magyar érték, ami mindannyiunknak munkahelyeket teremt, mindannyiunknak jobb életfeltételeket hoz, és összeköti a kárpát-medencei magyarságot. A Szent László úthoz egy kiállítás is kapcsolódik, amely a hálózat településein található örökségeket mutatja be. A tárlat szombattól a Mária Pucsi családvárban tekinthető meg. A kiállítás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Hieroteusz Egyesület közös pályázatának köszönhetően valósult meg. Egyesületünk mindig is vallotta a jelmondatában a közéletiséget, lelkiséget és kereszténységet, és azt hiszem egy lehetőleg szebb összefogás a önkormányzati szférának és az egyesületünknek, hogy Szent Lászlónak, Isten atlétájának egyébként, amit a történészek így jegyzik, Szent László királyunkat, bemutatni az életútját. A Szent László örökségúthoz interaktív honlap, mobil applikáció és útvonaltervező is készült. Ennek célja, hogy a múlt értékeinek megismerése mellett az emberek is megmutathassák értékeiket, legyen szó akár pálinka főzésről vagy lekvár készítésről. Magabiztos győzelmet aratott Győrben a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 B17. Fordulójában lejátszott mérkőzésen 109-75-re verték ellenfelüket. A nyíregyháziak szombaton a budapesti Honvéd otthonában lépnek pályára. Négy meccses, sőt, ha a HEP Kupa két mérkőzését is számoljuk, 6 meccses idegenbeli sorozatát kezdte Győrben a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az első negyedben 8 pontos előnyt szereztek, a második 10 perc viszont 2 ponttal a hazaiaké lett. A folytatásban szigorított védekezésén a vendégcsapat, és mivel a támadások is gördülékenyen folytak, nőni kezdett a két csapat közötti különbség. Végül 109 pontot szerezve magabiztosan nyerték meg a találkozót Nagy Krisztiánék. Sikerült egy könnyű mérkőzésen nagy arányú nagy különbséggel nyernünk. Nyilván benne volt az is, hogy készültünk a mérkőzésre, mindenképp győznünk kellett. Nagy ritmusba kezdtük el a meccset, nekik pedig voltak hiányzóik, ami még jobban megnehezítette az ő dolgokat. Többen 10 pont fölött dobtak, illetve Ivánnak kiemelkedő volt az assziszt, a 17 asszisztos átlaga. Úgy gondolom, hogy igazi csapatmunka volt, kiszolgáltuk az éppen azt a játékost, akinek éppen ment. Úgyhogy mindenki megtette magáit. A nyíregyházi csapatból 6 játékos is 10 pont fölött zárt. Sitko Ernő szakmai igazgató elmondta, kellemes gondot jelent a szakmai stáb számára az, hogy többen is képesek kiemelkedő teljesítményre, igaz, Fazekas Csaba hazatérésével néhány játékosnak kevesebb perc jut a pályán. Egy edzőnek mindig ugye ez a kellemes probléma, viszont a játékosoknál ugye mégiscsak el kell helyezni azt, hogy kinek mennyi játékperce van. Volt néhány játékos, aki jött hozzám, hogy ebben az időszakban most ez hogyan is fog alakulni, de úgy gondolom, hogy sajnos a kosárlabdázásban, illetve a csapatsportágokban a pályán kell bizonyítani, és próbáljuk ezeket a dolgokat kezelni. Dolgozunk pszichológussal is, úgyhogy bízom benne, hogy megfelelőképpen helyre fog ez kerülni, de talán most már ez a Győr elleni mérkőzés is bizonyította, hogy azért kezd kialakulni ez a hierarchikus rend, ami egy picit talán, nem azt mondom, hogy megbomlott, de egy néhány ember fejében bizonytalanná válhatott a Csabi hazaérkezésével. Az NB1 piros csoportját az oroszlány vezeti 16 győzelemmel és egy vereséggel. A 12-5-ös mutatóval álló Nyíregyháza szombaton a budapesti Honvéd otthonában lép pályára. 13. bajnoki mérkőzését is elveszítette a Szuperligában a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a BKV előre csapatát fogadta, és a fővárosiak a hazaiaknál 6 fával többet szerezve 5-3-ra megnyerték a találkozót. A sereghajtó nyíregyháziak 7 pontra vannak a bennmaradást jelentő 10. helytől. 12 vesztes meccs után a BKV előre ellen mindenképpen nyerni akart a Szlovenszki Tibort nélkülöző NTK. Sokáig úgy tűnt, hogy meg lesz az áhított győzelem, de hogy ebben a szezonban már annyiszor, ezúttal is elpártolt a szerencse a nyíregyháziaktól. A mérkőzést jól kezdtük, a Magyarorsi Péter révén hoztunk bőven csapatfát és csapatpontot, még nekem is 12 fával sikerült megvernem a vendégek egyik legstabilabb játékosát, és a középső sorba a Kastúra Zsolt ezt megfejelte még közel 60 fával, egy nagyszerű 576 fás teljesítménnyel, még mellett a heteje Alex 510-es eredményével csupán 22 fával kapott ki a vendégek jó játékosától, és már ekkor látszott, hogy 76 fa előnyünk volt, és 3-1 arányba vezettük, és ez
ezt a fát kellett a kedves Őszegő Levente párosunknak megtartani a végjátékban, és abszolút így is alakultak a mérkőzés állások. Az utolsó 60 dobásnál több mint 60 fával vezettek Dezsőjék, és bármilyen végeredmény kialakulhatott a 7-1-es hazai győzelemtől kezdve a döntetlenig, illetve legrosszabb esetben is a 3-5-ös vendéggyőzelem fordulhatott elő. Azonban a harmadik etapjukban olyan szinten megtátosodtak a vendégek, hogy abszolút szinte megfolytották ezt a mérkőzést, és az utolsó 30 dobásra már csak 10 felőnnyel fordultunk. Az utolsó dobások a vendégeknek sikerültek jobban, így a fővárosiak végül 6 fával többet szereztek a 3279 fáig jutó nyíregyháziaknál, és 5-3-ra megnyerték a találkozót. Az NTK pedig továbbra is vár első győzelmére. Most 4 olyan mérkőzés jön a 4 kiemelt csapat ellen, gondolok itt a Répszalag, Győr, Zalaegerszeg, Szeged ellen, ahol nem sok keresnivalónk van. Viszont egy olyan dolog van, hogy talán a Győr ellen egy nagyon-nagyon jó hazai játékkal pontot vagy pontokat kellene rabolnunk, itthon tartanunk, ami lényegesen nehezebb falat, mint mondjuk egy BK-vel előre. Azonban én mindig azt gondolom még továbbra is, hogy ebbe annyira egy házi csapatban van annyi tartalék, annyi tartás, hogy össze tudnánk szedni magunkat. A Szuperliga élén a 100%-os Szeged áll 26 ponttal, megelőzve a 24 pontos Zalaegerszeget. A pont nélküli nyíregyháziak az utolsó 12. helyen várják a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A három országgal határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének kiemelt szerepe van a települések kulturális kapcsolatainak és az identitás erősítésében, emelte ki Kósa Lajos, tárca nélküli miniszter a KDNP önkormányzati tanácsának első országos gyűlésén Mária Pócson. Januárban 38,5%-kal több, vagyis közel 9000-rel több új személygépkocsit adtak el a kereskedők, mint az előző év azonos időszakában. Az előrejelzések szerint idén akár 125 000 új autó is forgalomba kerülhet. Újabb 700 parkolóhely válik fizetőssé Nyíregyházán. A megyeszékhelyen jelenleg körülbelül 3200 fizetős parkolóhely van. Május 1-től mintegy 3900-ra emelkedik ez a szám. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 5-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Eleinte nedves, majd később szárazabb, de egyelőre hideg levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Szerdától a magasban jelentős enyhülés valószínű. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, és szorványosan havazás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire felhős időre lehet számítani hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű, de a délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, viszont fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán egy mediterrán ciklon felhőzete borítja majd be az ország területét. Vegyes halmazállapotú csapadék valószínű, de térségünkben zömében esőre kell számítani. A reggeli órákban viszont ónos eső sem kizárt. Csütörtökön még csapadékos idő várható, az eső mellett azonban már hó is hullhat. Pénteken megszűnik a csapadék, a hétvégén pedig már szárazabb és viszonylag enyhe időre van kilátás.